A találkozó címe I. és Gyula gondolatára utal, aki ötágú sípnak nevezte a magyar irodalmat, melynek minden ága egy-egy elszakított terület. Idén már 18-szor rendezték meg a találkozót, amelyre Erdélyből, Vajdaságból, Muraközből és Kárpátaljáról is érkeztek felső tagozatos diákok. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy együtt legyenek jelen azok a gyerekek, akik ritkán találkozhatnak, akik talán kevés alkalmat találnak arra, hogy egyszerre, egy hangon, egy dallamban szólalhassanak meg, és mi lehetőséget kínálunk erre évről évre, hogy a művészet segítségével, az irodalom segítségével valamilyen harmóniát találjanak. Szabó Lőrinc és Varró Dániel klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepeltek a vetélkedőn. Amelyik vers megtetszik, az üzenete és a mondani valója, azt el tudom mondani másoknak, és a költőkre tudunk visszaemlékezni ezzel. Osztályomban nagyon szeretik a verset, tehát hogy például most éppen a Toldit tanuljuk, és nagyon szeretik, szóval én is szépen mondom fel, meg a többiek is szépen mondják fel, meg nagyon szeretjük ezeket tanulni. A találkozó ismét bizonyította a költészet hatalmát, hogy a vers ma is fontos.